Drágultak az élelmiszerárak Magyarországon. A G7 számszerűsítette, milyen mértékben mentek fel az árak. Ütemének gyorsulása még az előzetes várakozásokat is felülmúlja. A gazdasági magazin 2020 eleje óta minden hónapban monitorozza 42 alapvető élelmiszer aktuális árát. Ilyen a burgonya, cukor, liszt, olaj, vaj, zsemle, paradicsom és így tovább. És amíg 2020. december 31-én a virtuális kosár tartalma 15.809 forintba került, addig 2021. december 31-én már 18.160 forintban, ami csaknem 15%-os drágulásnak felel meg. Ugyanez a Lidliben 15.594 forint volt egy évvel ezelőtt, míg 2021 végén már 17.537 forint, ami 12,5%-os emelkedés. Az alma, a banán, a sertés párizsi, a WC-papír, az abital, a rizs és a szénsavas ásványvíz ára nem változott az Aldiban az elmúlt egy évben, és csak a Coca-Cola ára csökkent 228 forintról 214 forintra. Viszont a spagetti tészta és a kígyóborka kétszer annyiba került, mint 2020 végén.